témáról szeretnél beszélgetni, kedves Bence? Mazda MX-5 és a legújabb Fiat 124-es Roadster. Mi a véleményetek, srácok? Az itt a téma, hogy melyik a jobb, melyik a szebb. Én Mazdára szavazok, Bence az homofób, úgyhogy ő a Fiatra. Én nekem a Fiat az sokkal jobban bejön, szerintem. Nem tudom, valahogy ez a Mazda MX-5, ez nekem túl... Nem tudom, túl... Nekem se kérem Mazda. Túl szögletes, nem de tetszik. Mégis kerek, vagy nem tudom. Nekem se tetszik, de a kettőt összenézve inkább a Mazda. És miért? Mi okból kifolyólag? Jobban tetszik. De miért? Japán, egyrészt Japán. Jó, igen. És az olasz autókat nem szerettem. Ez egy fontos dolog, jó, amivel most... így döntöttem. Ezen még átmehet sárga. Á, nem. Fú, de amatőr vagy, igen. Nem, beszélgetünk. Szóval, azért is, mert Japán, azért is, mert jobban tetszik, meg nem tudom. Alapból a formája nekem jobban bejön. És melyiket vennéd belőle, a magasított seggűt, amit most hoztak ki, legeslegújabb? Én ezt még nem láttam. Vagy annyi az egész, hogy kicsit olyan targa tetős. Most, hogy erről beszélünk. Targatetősebb a teteje. Mondjuk ez régi. Hát igen, ebből legújabb. Nem targa tetősebb kicsit, tehát sokkal jobban följön. Jó, hát most én nem tudom, mindegy, de én most arról beszélek, amit láttam eddig, az alapján. Túl csíklen. A Fiatokat nem szeretem. Túl csík lámpás nekem az. És valahogy nem jön össze, hogy elől ilyen csík, hátul meg kerek. Jó, figyelj, hogyha a Fiat meg a Mazda között kéne választanom, akkor E30 V-nyem az. És amúgy brutál drága az a Fiat. Hát a Mazda is. Mazda is, tehát azért mondom, hogy egyik se kéne, mert az nem tudom, hát az is új autó, úgyhogy drága, van több millió forint. Na jó, nyilván. Lada van 2 millióért új jó, autó. Hát Lada se kéne, de régi se. Mert... Jó, de a régit azt élném. Nem tudom, hogy a Mazda tényleg mennyibe került, de ez a Fiat azt hiszem 8 millió környékén, vagy 8-9, és igazából egy kétszemélyes kis Roadsterről beszélünk igazából. Amúgy, hogyha ilyen kategóriában kéne autót vennem, oké, hogy az nem új, de S2000. Az nekem még mindig viszi ilyen téren magam. Jó, de most a legújabb kocsi, mert ugye a jó, Fiat, de most Fiat ugye ezt azért hozta ki, mert hogy a Mazda MX-5-tel... Én vágom, de inkább nekem egy S2000 kéne, hogyha, tehát valaki, hogyha Roadstert akar, akkor érted, mondjuk, hogyha én Roadstert akarnék, és mondjuk ez a három autó lenne. Jó, jó, akkor vennék egy SLK-t, na, azt mondjuk nem, érnek, nem, de... Mondjuk nem, de nem, de tényleg ilyen kategóriával S2000. Az S2000 az még mindig annyiba kerül, mint újonnan ezek, majdnem. A Mazdával szerintem egy gyárban van az új MX-5-tel. Ja. Hát ilyen 4-5 millió körül van normális S2000, és ott kezdődik a normális. Teljesítmény, nem tudom, hogy melyik milyen egyébként. Az S2000 az 241 ló gyárja. De én még mindig a Mazdára beszélek. De nem, még elmásztál a persze, bomba felede. Persze, hogy elmásztam, az a jó. Egyik se tud annyit. Azért jó, az nem. Azt tényleg, azt az S2000 azt én is jönném. Az jó. Hát oké, régebbi, de hogyha Roadstert akarnék, mindenképp azt tennék. Meg formálilag is jobb, mint a másik kettő, hiába az újabb. Az egy patik állapotú S2000 még mindig újnak hat. És jobb a formája, mint egy MX-5-nek vagy ennek a Fiat. De előtted van az a Fiat? Persze, nagyjából igen. Én múltkor láttam, amikor hozták be, még nem is tudtam, hogy ez mi. Tényleg nem tudtam, az emblémát se láttam, hozták a van csúnya autó, az a Chrysler. Ez nem egy szép. Abszolút nem tudtam, mondom, hogy nézem, mondom, mi ez a sportkocsi. Sportkocsi? Tényleg ránézés. Hát igen, az a baj, hogy ezeknek sportkocsinak kéne lennie, de nem erősek abszolút. Mindegy, szóval... De már régi esetek. Ott egy nagy szárnyal, látod? Hú. Hát nagyon kis kocka szárnyad rajta. Szóval, ja. Szóval... Épp ezért is én most megint visszatérek az S2000-hez, de épp ezért élném azt is jó, jobban, mert az, akkor... mert az erőben is, nem mindenben is. Hogy a Mazda MX-5 és a Fiat közül az S2000-t választ. Jó, én Fiatot választanék. Na mindegy, srácok, szóval. És én úgy sütön, hogy én elvennének az S2000-ben. Te vennél egy Fiatot, kérlek egy S2000-et, és elvennél. Nem tudom, hogy mit tud ez. Hát tudja, hogy nem tudja adni. Esélytelen. Én szerintem tud érteni. Max 200 lóra mondanám. Még akkor is, halban. Várjál, tényleg valami... Amúgy valami kis szaros turbomotor van benne. Na hát, és teszem hozzá, az S2000 CO-ba tud 241 lovat. Jó. Vitek. Na mindegy, srácok, ez most a fogják azt mondani a srácok, hogy vétek ki ezt lovat. Láttad? Deal. Láttad. De látni, én minden nap itt jövök el, úgyhogy láttam. Megállszott a hányboltnál, légy szíves. Fiatot megnézzük? Elmegyünk a pápászhoz? Tudj, nem áll kint. De először állj meg a dohányból. De ha kint nála csak... Jó, olyan megnézhetjük, csak állj meg a dohányból. A Mazdával még mindig rosszabbul, vagy állj meg a dohányból. A Mazdával mindenki tisztában van, én remélem.
Hát nagyjából azért a, már. A Fiattal nem biztos, úgyhogy azt mindjárt megnézzük, hogy meg tudjuk-e nektek mutatni. Mi a fax van itt? Pont nem vagy jó helyen. Ott tartottunk, hogy a Mazda vagy a Fiat? Keci! Ne! Na, még szóval én... megnézzük azt a Fiatot, hogy ott van-e egy Fiat. Nézzük meg, hogy. Innen is lehet, hogy ki fog jönni, hogy melyik megy veszett. Ez még, ez más. Tovább. Ez igen, ez Jeep. Jeep nem kell. Innen elvileg át tudsz oda menni talán, csak nem egy rakát. Csukba. Papár Fiat amúgy. De az pont nem. Kérem, hogy jól néz ki az a terepcsáró. Szép ez is, meg az is. Csak mergák vannak bent? Hát itt csak mergák. Csak a merga. Csak a merga. Tér? Ott vagyunk, figyelj. Most a vissza. Itt is. Új Actrosok? Azok szép darabok. Dokker. Itt is tuti van biztonságú. Így beállsz itt elejé. Ja, nem úgy. De amúgy az is. De áll. Mi? Hát, hogy az izibad új Actrosok itt vannak. És tök jó. 153-145 végig sorbolnak rendszámos. Majdnem. Dik. A bohalszana? De milyen? Igen, az egyik ott van. Hát amúgy ezt így benéztem. Nincs így az a Fiat. Max ott az elején lehetett volna. Ott vannak bent Fiatok, egy csomó. Ja, nem, azok Mercik. Mercik többek. Hát, srácok, akkor nem mutatjuk meg nektek, pedig meg akartuk élőbe. Ez azt jelzi, hogy le fog megülni? Nem, az azt, hogy lesz. Onnan ott is jelzi. Igen?